évértékelőt tartott a Dunaui Városi Tankerületi Központ vezetője. Nóta kedvelőkkel telt meg a Városháza C-szárnyának rendezvényterme. Folytatódik a szépkorúak köszöntése városunkban. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Kedden délelőtt a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője, két vidéki általános iskola igazgatója, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium és kollégium igazgatója évérték előtt tartottak. A beszámolón az idei év beruházásairól is ejtettek néhány szót. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ, mint önálló költségvetési szerv 2016. november 30-án jött létre, majd 2017. január 1-től Fejér megye keleti és déli részén látja el az állami köznevelési intézmények fenntartói és működtetői feladatait. Illetékessége kiterjed a Martonvásári, a Sárbogárdi, valamint a Dunaújvárosi járásra. A DTK fenntartásában 35 köznevelési intézmény, 12 tagintézménnyel, 61 feladatellátási helyen működik. Hozzájuk tartoznak az általános iskolák, a gimnáziumok és a szakiskolák. A 2017-18-as tanévben elindult első és 9. évfolyamokra 70 osztályba összesen 1332 tanuló felvételére került sor. Müllerné Ódor Marian, a Dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium és kollégium igazgatója kiemelte, hogy számukra rendkívül fontos a tehetséggondozás, ezt tanórán kívüli szakkörökkel, rendezvényekkel segítik, és az elkötelezett, jól felkészült tantestületükkel kivitelezik. Ami a fő célja egy középiskolának, a felsőfokú oktatásra való felkészítés, amit a felvételi arányal tudunk mérni, ebben is nagyon szép eredményeink vannak. Megjelenünk a kulturális öregszemléken, és ott is öregbítjük a város és a tankerület hírét. Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a mi feladatunk az, hogy ezt a tehetségterületet és ezeket a gyerekeket megtaláljuk és segítsük a képességeik kibontakoztatásában. Ezt lehet tenni tanórai keretek között és lehet tenni tanórán kívüli keretek között. A DTK által fenntartott intézményekben az SNI tanulók, vagyis a sajátos nevelési igényű diákok száma az országos átlaghoz képest rendkívül magas, ezért a gyógypedagógusi hálózat fontos feladatnak tekinti, hogy az SNI diákoknak minél több segítséget tudjanak nyújtani. Speciális eszközöket szereztünk be pályázati támogatásokból, használatukat támogató szolgáltatásokat alakítottunk ki. Így eszközkölcsönzőt hoztunk létre intézményünkben, melyben speciális terápiás jellegű fejlesztő eszközöket lehet használatra kikölcsönözni bármelyik intézményben. Oktatófilmeket készítettünk ezeknek az eszközöknek a használatára vonatkozóan. Segítő szülői klubokat hoztunk létre, melynek egyik legfontosabb célja az aktív szülői szerepvállalás kialakítása volt. A DTK ingatlan infrastruktúrája mintegy 196 ezer négyzetméter beépített területet jelent. 2017 nyarán több mint 15 millió forintot fordítottak a karbantartási munkálatokra, például tisztasági festés, falburkolatjavítás, mosdók felújítása, udvar rendezése. Az elmúlt évben több mint 20 pályázatot nyújtottak be. A 11 elnyert infrastrukturális pályázatból 3 intézményre közel 1,5 milliárd forintot fordíthatnak, 700 millió forintot pedig 8 iskola fejlesztésére költhetnek 2018-ban. Az ősz folyamán lehetőség nyílott arra, hogy több pénzt is fordítsunk év végéig az iskolák felújítására. Ez összesen 120 millió forint összeget jelent, amelyre a tankerület az idő rövidsége miatt már nem tudott szakembereket felkérni, ezért leszerződött a tankerület mindenkivel, és a tavaszig 120 millió forint értékben fognak megtörténni azok a felújítások, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a következő tanévet már jobb körülmények között töltsék a tanulóink. A DTK kiemelt céljai a modern és racionálisan kialakított, egészséges, befogadó, minőségi oktatási környezet megteremtése, az iskolarendszer költséghatékony működtetésének biztosítása, valamint az egész életen át tartó tanulás feltételeinek kialakítása.
Nóta kedvelőkkel telt meg a Városháza C-szárnyának rendezvényterme hétfőn este. Tóth Éva és Leblanc Győző operett és operaénekes koncerteztek ugyanis az első alkalommal megrendezett Szépkorúak délutánján, amelyet Pintér Tamás országgyűlési képviselő kezdeményezett hagyományteremtő céllal. Tapsvihar fogadta a Városháza C-szárnyának rendezvénytermébe belépő operett és operaénekeseket, Tóth Évát és Leblanc Győzőt az első alkalommal megrendezett Szépkorúak délutánján. A műfaj kedvelőktől a kimozdulni vágyókon át a különféle nyugdíjas klubok tagjai mind-mind megjelentek, hogy egy kellemes délutánt töltsenek el szépkorú társaikkal. Hát az operettes miatt jöttem el, mert ismerem a szereplőket, Pestre is szoktam járni színházba, és hát főleg ezért. Meg hát gondolom most a nyugdíjasoknak azt hiszem, hogy ez ingyenes rendezvény. Igen, hát mondjuk az is számított, mert azért nem mindegy, hogy mire mennyi pénzt ad ki az ember. De mondjuk a kultúrára nem sajnálom kiadni a pénzt, tehát kerül, amibe kerül. Nem igazán mondható, hogy nagyon sok rendezvény lenne a mi számunkra a városban, úgyhogy így nagyon, én is éppen még magamon kívül 7 helyet lefoglaltam, mert hát az én korosztályom szereti az operettet, szeretünk társaságban lenni, nagyon szeretünk kimozdulni, hát ami még lehetőségünk van, természetesen az uszoda, ahova nagyon szívesen járok. Most már tényleg én is teljes mértékben nyugdíjas éveimet élvezem, és azért még jól esnek ezek a kis szórakoztató kikapcsolódások. Pintér Tamás országgyűlési képviselő azt mondta, hagyományteremtő céllal rendezték meg a Szépkorúak délutánját, az ötletet pedig a nagymamája adta, aki szereti a két énekest. Első alkalom, hogy megrendeztük ezt a rendezvényt, és meghívtuk Leblanc Győző és Tóth Éva előadó művészeket erre az estére. Szerettük volna, hogyha a Szépkorúaknak hálát mondhatnánk azokért az elmúlt években kapott sok dolgokért, amivel felneveltek minket, amivel tanítottak minket az életre, és szerettük volna ezt a kedvességüket, ezt a valamilyen módon meghálálni. Szerettük volna, hogyha kicsikét jól éreznék magukat, még hogyha nehezebb időket is élünk, akkor is picikét vidámságot hozni az életükbe, egy kis színt, egy kis boldogságot. A találkozón mintegy 300 szépkorú vett részt, akik egy órán át élvezhették a művészek előadását. Folytatódik a Szépkorúak köszöntése városunkban. Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester ezúttal Jeges Istvánné Máriát köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. Jeges Istvánné Marika néni jókedvűen mesél mindennapjairól stábunknak és az önkormányzat képviselőinek, hiszen 90. születésnapja alkalmából ellátogattunk hozzá, ugyanis Dunaújvárosban már hosszú évek óta hagyomány a szépkorú polgárok köszöntése. Marika néni 1927-ben született Pozsonyban, és 13 éves koráig ott is élt. Majd Magyarországra jött dolgozni, és amikor kitört a háború, itt maradt Szarvason. 1954-ben költözött családjával Dunaújvárosba, 4 gyermeke van. Sokáig háztartásbeliként tevékenykedett, hiszen gyermekeket nevelt, majd pénzbeszedőként helyezkedett el, utána pedig a vasműben, a hideghengerműben dolgozott, végül innen is ment nyugdíjba. Minden napjai ma már szomszédolással, a bevásárlással, unokázással és sorozatnézéssel telnek. Nagyon jók, az összes sorozatot bírom, az a mániám most. Délelőtt elvégzem a munkám, de 2 órától aztán mehet a sorozat. Igen. Örök jókedvének állítása szerint az unokái az oka, akik nem engedik, hogy unatkozzon. Illetve az is, hogy erőt vesz magán, jön-megy a városban és társaságot keres, akiket a szomszédokban meg is talál. Nem hagyom el magam. Nem vagyok beteg, hál' Istennek. És jó érzem magam. Meg vagyunk, jönnek az unokák is, azért minden nap egy-kettő bejön, most el vagyunk. Van unokám, összesen, ahogy számoltam, 26. A unoka, bédunoka, ükunokák. Ezt úgy, hogy nem unatkozunk. Nagyon jó. Marika néni azt mondta, büszke rá, hogy felmenői késmárki grófok voltak, és azt is elmondta, hogy nagyon bízik benne, hogy 5 év múlva is meglátogatjuk, akkor már 95. születésnapja alkalmából.
A Magyar Vöröskereszt szervezésében újabb véradásra invitálják az önkénteseket január 11-én 14 és 17 óra között. A véradás helyszíne a Vállalkozók háza, amelyet a Latinovics út 10 szám alatt találhatnak meg az érdeklődők. Azon nyugdíjasok, akik valamilyen okból kifolyólag nem kapták meg 2017. decemberében Dunaújváros megyejogú város önkormányzatának 5000 forintos támogatását, a kérelem idős korúak támogatásának megállapításához című nyomtatványon igényelhetik. A benyújtási határidő január 31-e. Fontos kiemelni, hogy csak azok a dunaújvárosi lakcímmel rendelkező személyek igényelhetik, akik nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 7-szeresét, amely jelenleg 199.500 forint. Aki a fent felsorolt támogatotti körbe tartozik, de 2017. december 31-éig nem kapott támogatást, igényelnie kell a juttatást Dunaújváros megyejogú város polgármesteri hivatala szociális osztályánál. A kérelemhez mellékelni kell a benyújtást megelőző havi nyugdíjszelvényt vagy banki kivonatot és a nyugdíjfolyósító igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítása a 2017 második felében kerül sor. Olvasható a dunaújváros.hu weboldalon. Legfontosabb híreink következnek még egyszer egy mondatban. Évérték előtt tartott a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője. Nóta kedvelőkkel telt meg a Városháza C-szárnyának rendezvényterme. Folytatódik a szépkorúak köszöntése városunkban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hamarosan érkezik Tóth Veronika az időjárás jelentéssel. A Hír Pluszban a zöld STK felújításával foglalkozunk. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplusztv.hu honlapon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán az ország nyugati tájain eshet az eső, de máshol is erősen felhős, borongós időre van kilátás. A keleti-délkeleti szél főként délen és a Dunántúlon élénkülhet meg, délután 8 fok várható. Csütörtökön és pénteken is a felhők lesznek túlsúlyban, csütörtökön a Dunántúlon továbbra is eshet. Napközben 8 fok valószínű, a keleti, majd északiesre forduló szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. Péntektől lehűlés ígérkezik, észak-keleten gyenge fagyra számíthatunk, majd délután plusz 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ködös, nyírkos reggel után gyenge csapadék többfelé kialakulhat majd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!